Sziasztok! Végre az első főzős műsorom. Na, főzni nem fogok semmi természetesen, hanem inkább kisütjük azt, hogy vajon miért vannak ezek a kis kanálkák itt. Hát ugye egyre több olyan televíziós műsor van, amelyikben mindenféle angol száz receptekkel találkoztok, ugye mondjuk Sütimester, vagy bármelyik tévécsatorna, amin főznek, Gordon Ramsay és Jamie Oliver. Na szóval ezek a jó emberek, ezek mindig olyan recepteket mondanak, amiben olyanok vannak, hogy evőkanál, meg teáskanál, meg csésze, meg ehhez hasonló, és sokan próbálják ezeket a recepteket utánozni, és általában sikerülnek, vagy nem sikerülnek, és előfordulhat, hogy azért nem sikerülnek, mert nem tudják azt, sokan nem tudják, hogy ezek, amikor ilyet mondanak, egy angol szakács ilyet mond, hogy teáskanál, az egy pontos mértékegységet jelent, ugye az nálunk nincs szabványosítva, hogy mekkora térfogat egységnek felel meg, de bizony az angol száz országokban ezek pontosak, és ezért árulják a boltokban ezeket a kis kanálkákat. Na nézzük, ehhez kell egy olyan eszköz, ami átszámolja nektek, természetesen beírhatjátok akár egy keresőbe is, de hát nem is mérnök a mérnök, hogyha nem számológépet használna egy ilyen jó feladathoz. Ez egy HP 48GX típusú számológép, bevallom őszintén, annyira nem tartozik a kedvenceim közé, pedig ez aztán tényleg nagyon pöpesz kis gépecske. És van rajta olyan, természetesen ezeken a HP gépeken van, hogy mértékegységek, units, itt mindenféle konverziót lehet csinálni mértékegységek között, ezt fogjuk majd használni, és van egy menü, amiben fel vannak sorolva a különböző csoportokba gyűjtött mértékegységek, ugye lehet látni, ki lehet találni, hogy hossz, terület, érfogat, idő, sebesség, tömeg, a következő, most megnyomtam a tömeget, nem azt akartam, hanem a next-et akartam, erő, energia, teljesítmény, nyomás, hőmérséklet, mindenféle villamos dolgok, van szögmértékegység, a fény erőhöz kapcsolódó mértékegységek, sugárzáshoz kapcsolódó mértékegységek és a viszkozitás. Ugye nekünk, ami fog kelleni, az ugye a térfogat lesz, a térfogat. Itt ezen belül is köbméter, az ST, az nem is tudom micsoda, köbcentiméter, köbjat, köbláb, köbincs, liter, szerintem ez a angol gallon, mindenféle van, kvart, pint, milliliter, a kap, na most már kezdjünk, ezek valamilyen unciák lehetnek, de nem súlymértékegységek, és akkor tablespoon, meg teaspoon, ez az a kettő, amire nekünk szükségünk van. Hát ugye ki lehet találni, hogy a teás kanál az a legkisebb, hát kezdjük azzal, egy teaspoon, az vajon hány milliliter lehet, át kell számítani, konverzió 4,93, akkor már így érthető, hogy ezekben a kis kanalak között miért van olyan, ami 5 milliliteres. Hát azért, mert egy 5 milliliteres kis kanálnyi adag, az pont egy 10 spoon, tehát az megfelel egy teáskanálnak. Na, menjünk tovább, egy tablespoon, ugye ez az a leveses, amivel esszük a levest, ahogy mondják, azt a evőkanálnyi, egy evőkanálnyi, ezt is át kell számítani milliliterbe, hogyha ezt át számítjuk 14,79 milliliter, tehát ez 15 milliliter, ez azért 15 milliliteres ez a kis kanálka, mert amikor azt mondják, hogy egy evőkanálnyi cukrot kell beletenni, akkor ezzel a kanállal fogod beletenni, nem pedig azzal, ami ott van a fiókban, mert az meg lehet nézni, bizony nem annyi. És hát akkor mi maradt a végére? Ugye itt van nekem egy jó kis törött fülű csészém, akkor nézzük meg, hogy egy kap az mennyi. Kap. Azt is milliliterbe számítsuk át. Átkonvertáljuk 236,59, tehát mondjuk 237, vagy ha úgy tetszik, hogy körülbelül 240, ugye már azzal se követünk el nagy hibát. De mondjuk azt, hogy 237 milliliternek felel meg egy csésze, tehát hogyha valaki a közeljövőben ilyen recepteket akar készíteni, akkor jusson eszébe, hogy ezek bizony pontos mértékegységek, és
jó, hogyha azt szerint készíti ezeket az ételeket vagy italokat. Köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, sziasztok és jó főzőcskézést!